Hát sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismételten a YouTube csatornámon. A mai videóm témája 5, azaz 5 darab idegesítő szomszédszokás lesz. De mielőtt belekezdenék, szeretném megköszönni mindenkinek a pozitív visszajelzését az előző videómmal kapcsolatban. Nagyon jól estek, és köszönöm a pozitív kommenteket, lájkokat, vagy esetleg tanácsokat, szóval tényleg nagyon élesek vagytok. De nem szeretnék tovább beszélni, szóval vágjunk bele. Az első, reggel 6-kor, ma is arra keltem fel, hogy a szomszéd hatalmas élvezettel fúrja a falat. Mi az anyád? Jézus, mi a... Mint gondolhatjátok, életem egyik legszebb reggele volt ez a mai. Na de, mivel még van bőven, folytassuk a másodikkal. A drága látós, fenti szomszéd, igazából nem ismerem személyesen, de nem is baj, addig a jó, de tényleg, nem nekem, hanem neki. Magas sarkúba tipeg, mert neki ez felemelő érzés. Ágám, megjöttem! A harmadik, amikor Majka zenére kell felkelnem, ahogy ordítja nekem, hogy belehalok! Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Hát ebbe még néha tényleg én is belehalok, de folytassuk, jön a negyedik. Amikor a kis töpszli kisfiú a szomszédban azt ordibálja a vécén, hogy anya, kész vagyok! Anyuti, kész vagyok! Aj, kicsikém, hát megyek már, vigyázz, ott vagyok! Folytassuk az ötödikkel, vagyis az utolsóval. Nem tudom valójában milyen állata lehet a szomszédnak, de biztos, hogy valami betiltott faj. Hiszen amikor ugrál este, de állandóan csak olyan éjfél körül szokta elkezdeni, körülbelül ennyit lehet hallani. Hát ennyi lett volna mára az én kis videóm, remélem mindenkinek nagyon tetszett, és kérdésben azt kell felmenni, nyugodtan várom a következő videóhoz való ötleteket, lájkoljatok, iratkozzatok fel, vagy kommenteljetek. Sziasztok!